Haza költöztél? Már nem vagy Németországban? Itt is, ott is vagy? Mi ez az új műhely? Hello, Tzuzám, és sok szeretettel üdvözlök újra mindenkit a következő videóban. Hú, da melegem van, váratok, már leveszem a pulóvert. Na hát, így azért már sokkal jobb. Plusz reklám, SCC, motherfucking Customs. Na, rengetegen írtatok, azzal kapcsolatban az utolsó két videó alá, amihez hozzá kell fűznöm, hogy nagyon szépen köszönöm a rengeteg pozitív kommentet, köszönöm szépen, hogy ennyire, nem is tudom, hogy mondjam, hogy mondják ezt ilyen, hogy hogy álltok hozzám, hogy ennyire pozitívan és normálisan álltok hozzám, és tök jó kommenteket írtatok, és olyan ötleteket írtatok például az olajszűrő leszereléséhez is a fiatnál, amire nem is gondoltam, mekkora király, hogy mivel úgy is lecserélhet, hogy beleszúrsz egy ö, csavarhúzót, azt letekered vele. Vagy a másik, amit írtatok, hogy fogod azt a csiszoló papíra fogsz rá, az kész. Hát nem jutott volna, megmondom őszintén. De ez a két videó alatt rengeteget írtok azzal a kapcsolatban, és rengetegen kérdezitek, plusz privátban is kérdezitek. Kaptam messenger üzenetet, meg e-mailt is, hogy nem akartok tolakodóak lenni, de hogy most mi van? Magyarországon élek, visszaköltöztem, vagy most Németországban vagyok, vagy most mi ez a műhely, mekkora a műhely, mennyibe került az akna, mindenfajta kérdés feltetetek azzal a kapcsolatban, hogy most miért van műhely. Az aknával kapcsolatban, hogyha szeretnétek azt, hogy az aknáról, vagy a műhelyről legyen egy ilyen külön bemutató, vagy valami, azt légy szíves, le a komment szekcióba. Persze pörgetitek vele az algoritmust, ami nagyon király, mert így akkor YouTube jobban ajánlja a videót. Plusz én is tudom, hogy tényleg érdekel pár embert, nem az, hogy egy valaki érdekel, és akkor egy unalmas részt rakok fel YouTube-ra, amit meg nem szeretnétek mondjuk megnézni. És hogyha mondjuk többen leírjátok, hogy legyen aknás videó, vagy mit tudom én, akkor abból tudom. De a fő kérdés, amit rengetegen föltettetek, és érdekel titeket, hogy most miért van műhely, most Magyarországon élek, most nepper lettem? Igen, ez a másik nagy kérdés, amit kérdeztetek, hogy nepper vagyok. Most mi van, hogy van, nem értitek. Van egy néző, aki már követ nagyon-nagyon régóta. Mindjárt megmondom a nevét. Megtaláltam, megtaláltam. Hál' Istennek nem a rendes neve van kírva, így nem sértek remélem jogot vele. Ricsehu írta azt, hogy ő már évek óta követ engem, hogy semmiről nem maradjon le minden videót, néz igazából, de most nem érti, hogy mi van hogy most akkor mellékállásban nepper leszek, vagy mi a szősz, egy kis magyarázatot néha fűzhetnék a dolgokhoz, plusz a videóban is elég erős váltások vannak. Egyik pillanatban németbe vagyok, utána Magyarországon valahol, amit nem tudja senki, hogy hol van, stb. stb. Az akna fejlesztéséről, meg szerszámok beszerzéséről beszélek, kicsit összefüggésten az egész, amit csinálok. Egy-két dologról beszéljek már. És ugye ez 47 lájkot like kapott. Így úgy voltam vele, hogy most nem írom le Ricsinek azt, hogy ez meg ez meg ezt érted, vagy neked Ricsi, de mivel úgy is nézed ezt a videót, inkább megcsinálom így, és akkor nem csak te, hanem úgymond mindenki képbe kerül ezzel a dologgal. Hogy miért van műhely? Ez nagyon egyszerű. Szerintem minden férfi vágyik egy műhelyre, ahol tud szerelni, buziskodni, recskázni, de nem tudom, amit akar tud csinálni. Én legalábbis úgy ezzel, hogy egy átlag normális férfi Szeretné egy műhelyt, vagy egy garást, ahol az autóját tudja tisztogatni, rendbe rakni, mókonék kicsit, vagy akár a motorját, vagy a gyereknek a bicikliét, vagy a kvadját, vagy, vagy mit tudom én mit csinálni. És ugye mivel az előző műhely, ahol voltam, ugye az egy bérlemény volt, nem a sajátom, emiatt úgy voltam vele, hogy igen, be kellett zárni, de mennyire jó lenne, ha lenne megint egy saját műhely. Várjátok, mert fogom, mert olyan mély a hangom, mint az állat. Milyen jó lenne, ha lenne egy saját műhelyem, ahol nincsen bérleti nem városi vízzel mosok, azt nem kell egymilliót vízre kifizetnem, stb. stb. társai, és ugye a saját területemen, birtokom van, ahol a házunk van. Miért ne? És ugye elkezdtük a beton csinálni, az aknát, meg mindent, és ugye erről raktam fel a videókat, vagy a képeket, vagy a sztorikat, hogy egyre többen kérdeztétek ezt a dolgot. És igazából nem költözök vissza Magyarországra, nem is nagyon tervezek visszaköltözni Magyarországra, megmondom nektek őszintén. Amit most itt hallottok, az minden az én véleményem, az én privát véleményem. Én nem mondom azt, hogy ez 1000 millió százalékra így van. Ez nem azt jelenti, hogy ez biztos, hogy így működik, és ez csak így tud Magyarországon működni. Ezt én gondolom így, vagy úgy, hogy Magyarországon hivatalosan nem tudsz, megélni. Vagy valamit borzasztóan, brutálisan nagyba csinálsz, ami azt jelenti, hogy hiteleket veszel föl, állami támogatásokat, hogyha van ismerősöd, mert azok is még kisin de már megvan, hogy kikapja. Mert ismerősöm dolgozott, ott, ahol a pályázatokat elbírálják, és hiába hozták be az emberek a pályázatokat úgy, hogy ráköltöttek, ki tudja mennyi pénzeket, hogy a pályázatok elkészüljenek, ahogy kiléptek az ajtón, tépték szét azt, Baszták ki a kukába, elmondom nektek, hogy itt minden csak is az ismerettségről szól, és Magyarországon vagy brutálisan nagyba csinálsz valamit, vagy nem csinálod hogy Ez ennyire egyszerű. Szerintem biztos van olyan, aki kicsibe is milliókat tud keresni, Nem hivatalosan, bejelent leadózva, meg minden, de én úgy vettem észre, hogy ez, ez nem tud így működni, és emiatt, hogyha megvan a saját műhelyem, Megmondom őszintén, hogy nem nagyon tervezek ügyfeleknek ö, dolgozni, mert az a szintű munka, és ezt nem azért mondom, hogy én osztám valaki vagyok, meg hogy én oszt a legjobb izé vagyok, autápolós, a főt kereki, mert ilyen nincsen. Nincs, nincs hogy valaki a legjobb a, az, a, az, autótakarításba, vagy a, az üvegberakásba, a térkőrakásba, vagy akármiben, mert mindenkinél van jobb, én ezt a másik videóban is elmondtam, hogy annyi a különbség azok között meg köztem, hogy engem relatíve valószínűleg többen ismernek, mint azt az embert, aki nálam is sokkal-sokkal magasabb szinten van autotisztításban. És mivel mindenkinél van jobb, ezt nem azért mondom, hogy én nagyon jó vagyok, de az a szintű minőség, amit én szívesen adok ki a kezemből, és úgy adok ki a kezemből munka, amihez a nevemet oda merem adni, videót merek róla csinálni, stb. Azt a szintű munkát nem lehet 20 ezer forintért csinálni. Például van ismerősöm, ismerős, ez a jó szóra. Igen, van ismerősöm, akinek hogy van már nagyon rég, ez a klasszik, bemész, külső belső, mint 7 ezer forint, nem tudom mennyibe kerül. Ővele beszélgettem egy pár évvel ezelőtt, mondtam neki az árakat, azt el volt szörnyűködve, hogy hogy, 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 hogy hogy fizetnek ki nekem ennyit az emberek, amikor 20 ezeret mond egy políró, azt izé, sírva, meg üzé félve szaladnak el. Az a szintű munka, az a minőség, amit én át szeretek adni az ügyfeleknek, meg ez egyébként valami betegség is nálam biztos, mert nagyon a végletek embere vagyok, hogy vagy valamit borzasztan, ha én értek hozzá, borzasztóan kurva jót csinálok meg, vagy nem csinálom. És ugye ezért van az, hogy egy autót egy hétig is csinálok, mert mindenhol tökéletesnek kell lennie. És azért a munkai nem lehet 20 ezer forintot elkérni. Egy belső takarításé, ahol mindenki zegzuk ki van takarítva, ki van gőzőven, ki van ö, ö, mi az, habos takarítva, bőr megtisztítva, ülések kiszedve. Hát az, a, 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 a takarítósok nagyon nagy százaléka kise szedi az üléseket, mert nem bajlódnak vele például ezek a munkák nem lehet 10-20 ezer forintokat el kérni. és Magyarországon egyszerűen nem, nem szeretek politizálni, nem is akarok politizálni, de olyan anyagi meg élethelyzet van, hogy az emberek nem, nem nagyon engedhetik meg maguknak azt, hogy 180-200 ezer vagy 250 ezer forintot kiadjanak egy autó polírozására, kerámia bevonatára, meg a nagy belső tisztítására. És emiatt én nem is akarok ügyfeleknek dolgozni, hanem amit én veszek autókat, azokat szeretném megcsinálni, a saját autóimat, szerelni szeretnék, meg akarok tanulni például festeni is. Bocsánat, nem festeni, mert megint kapom majd a pofonokat. Fényezni, mert festeni falat festünk. Fényezni is meg akarok tanulni, mert a műhely amellett hogy betölt ezt a funkciót, hogy mint férfi kielégít az, hogy van egy saját garázsom, egy műhelyem. Amellett azt a funkciót is betölti, hogy minden, ami autóval kapcsolatos, az engem érdekel. Érdekel a fényezés, érdekel a mechanika, érdekel a tisztántartás, érdekel a tuning, az alapszerviz, érdekel egyébként a kárpitozás és hogy hogy kell újra húzni ülést. Minden érdekel, ami egy autóval kapcsolatos, és ahhoz, hogyha van műhely, jó világítással, vízzel, aknával, lámpával, árammal, tehát minden, amire szüksége lehet egy embernek, az egy, az egy tök jó pozitív dolog, mert akkor saját magamnak úgymond tudok boldogságot szerezni, gyakorolni. Úgyhogy igazából a, a, műhely ezt a funkciót tölti be. Nincsen szó Magyarországra költözésről, nincsen szó, arra, hogy, szó arról, hogy most Németországban maradok örökre. Most ez egy ilyen helyzet sajnos, hogy a család Magyarországon van, én itt kim vagyok, de hál' Istennek nagyon szeretjük egymást, emiatt mondjuk nehéz is mert ugye sokan vannak, ezt már mondtam, hogy kijönnek az örülnek, hogy a gyerek meg az asszony magyarban van, azt nem kivelük foglalkozni. Ők meg itt élnek, mint Marci hevesen, azt amikor jön a fizetés, meg járnak a puffba, meg elhányják az összes pénzt, azt a haza meg alig küldenek, meg mindezt jönnek az ilyen hülye kifogásokkal. De mi hál' Istennek nagyon szeretjük egymást, hogy tényleg egy család vagyunk, és emiatt kicsit nehéz, de most egy, egy ilyen helyzet áll fönn. Nem akarom azt mondani, hogy soha nem akarok visszamenni Magyarországra, mert nem tudni, hogy mit hoz a jövő, főleg nálam, tudjátok, hogy milyen vagyok. Egyszer eldurran az agyam, akkor fogom magamhoz az hazamegyek, azt akkor belevágok. Azt igazából nem, nem akarom azt mondani, hogy soha, de most úgy érzem, hogy nem, nem nagyon tervezek Magyarországra vissza, megmondom nektek őszintén, egyáltalán nem. Itt Németországban se szeretek lenni, mert nem szeretek. Írtátok, hogy csináljak már a tíz jó dolog Németország videóra egy kontra 10 dolgot, amit nem szeretek, úgyhogy gyűjtögettem össze, hogy mik azok a dolgok, mert itt se szeretek lenni. Ami nekem nagyon régi, ami régóta egy nagyon nagy célom volt, Németországba jövetelkor is, meg előtt is Amerika. Ugye nekem van kint egy nagyon jó barátom, Ádám, ő kinnél 11-12 éves kora óta, Őnek egyébként most van egy nagyon jó YouTube csatornája, amerikai életem valójában, linket lent megtaláljátok a videó leírásában. Alul, ugye hát itt a, a, képernyő alatt, itt ha lenyitod azt a kis nyilat, jobb vagy bal oldalt, akkor ott lesz majd a, a linkje Ádámnak. Nagyon jó videókat csinál, és én őt megismertem, már most több mint 20 pár év ismerem is. Valahogy mindig is Amerika vonzott valamiért. Most nem akarok ilyen klisés lenni, mert a lehetőségek hazája, meg hogy izé, nem, valamiért az vonz. Persze az egy pozitívum, hogy bizonyos államokban azt csinálsz az autóval, amit akarsz, sokkal nagyobb szabadság van, sokkal jobban támogatják a, az úgymond feltalálókat, rengeteg magyar feltaláló egyébként Amerikába ment ki, meg stb. Most erről nem akarok jobban beszélni, mert nem, nem ástam bele magam annyira a témába. A lényeg az, hogy engem mindig is Amerika vonzott. De amikor jött ez a lehetőség, hogy ki kell jönni Németországba, hogy ki lehet jönni, akkor úgy voltam, -e hogy hát tudjátok, hogy van egy, eljövök egy pár évet, dolgozgatok, aztán majd innen megyek Amerikába, vagy megyünk, mert akkor még Oli nem volt. De úgy alakultak a dolgok, hogy teltek az évek, ugye, beleszoksz a mókuskerékbe, és egyszerűen itt ragadtam. Itt sérzem jó magamat, Magyarországon sérzem jó magamat, mert rossz azt látni, hogy az emberek savanyúak, Rossz azt látni, hogy az embereknek nincs megfelelő bevételük, nem tudnak úgy élni, ahogy szeretnének, a rengeteg boldogtalan ember az utcákon, a nőkről nem is beszélve, és ezt nem bántásból mondom, egyik őtöknek se, mondjuk nem hiszem, hogy nők nézik a videót, de nem akarok egy nőt sem megbántani, de mindenki boldogtalan, szomorú, savanyú, rossz kedvű, bemész egy boltba jó kedvű, már majd leszúrnak, hogy mi van jó kedved, az emberek negatívan állnak mindenhez, ha van valami új ötleted, akkor az nem fog működni, mindenki csak a negativitást sugároz, és ezt nem szeretem Magyarországon. És az a legrosszabb, hogy a fülő hazámban nem érzem jól magamat. És ez, ez emiatt én nem nagyon szeretnék, nem, nem érzem jól magam például Magyarországon. De itt érzem jól magam. Amerika az meg most már egy ilyen kicsit nem elérhetetlen célnek tűnik, de Azért innen akármi van, ezer kilométer haza tudok menni. Ha olyan van, elborul az agyam, hogy én most akkor nyitok céget, akkor ott van Magyarországon tudok nyitni. Ha nagyon akarok, itt is lehet céget nyitni. Kleinege verbét, kis vállalkozóit. Vagy ö, mi ez a kis vállalkozóit, igen. Ahogy régen csináltam a mosót ugye ingostadba, A mosó nem is mosó volt basszus, hanem izé volt. Mi az autápolós műhely. Hogy csináltam, meg lehetne csinálni, de most egyelőre nem, nem érzek úgy rá, Késztetés, nincs is garázs, meg ugye a németekkel nagyon vigyázni kell ezt, aki innél azt tudja. Úgyhogy igazából ezért van a műhely, hogy az én úgymond igényeimet kielégítse, legyen hol tárolni az autókat, tudjak szerelni, mint a Fiatot, hogyha veszünk autót, azt esetleg tovább tudom adni, akkor azt meg, meg tudjam javítani. Nem akarok ilyen, ö, 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 mi az, telephelyet nyitni, ahol mit tudom én áll, 50 autó, vagy 100 autó, nem akarok ilyet, hanem ha már úgyis itt vagyok, kint tudom a nyelvet, akkor miért vegyek egy-két autót, hogyha olyan van, és akkor azt mit tudom én egy pár száz euró haszonnal továbbadom. Tök jó, mert keresek is rajta, videóanyag is, szerelhetek is, takaríthatom is, polírozhatok is, csináltok rajta nektek bemutató videókat. Ez, ez emiatt van igazából. Nem akarok ilyen izé, 8-as nagy LKV-val, vagy mi az ilyen kamionnal, vagy trélerre hordatni le az autókat nem az én világom, meg a bürokráciát nem bírom, főleg a papírmunkát, nem szeretem csinálni. Ezért jó, hogy van a párom, akire mindenbe számíthatok. Ő nélkül egyébként írtatok is, hogy milyen jó, hogy ott van, és hogy segít, meg videózni minden. Nélküle sehol nem volnék, az biztos. A nepperkedésről ennyit igazából, a műhely az ezért van. Ha szeretnétek róla esetleg egy ilyen, nem tudom, ilyen nagyobb, vagy csak egy olyan részt látni, ahol csak a műhelyről beszélek, hogy mekkora, mihogy hogy lesz elrendezve benne, mekkora az akna, mennyibe került nagyjából, vagy ilyesmi. Hát akkor azt tényleg írjátok le, akkor csánkról egy videót, de nem tudtam, hogy ez érdekel bárkit is igazából. Nagyjából ennyi fiúk, lányok. Ja igen, Ricsi, a másik dolog, amit ugye még kérdezte, hogy most egyszer itt vagyok, vagyok, hogy zavaros. Nem zavaros, csak nem unalmas a videó. Mert egyébként rengeteg mindent ki akarok próbálni, van egy-két nagyon jó ötlet a fejembe, a kép meg sötét, mint az én elmém. Van egy-két dolog, amit ki szeretnék próbálni. Újdonságok, fejlődni, a csatornára is új dolgokat kipróbálni. És euh, igazából ez csak ilyen fejlődés az egész. És azért van ez, hogy egyszer itt vagyok, egyszer ott vagyok, hogy ne legyen uralmas, mert egyébként utána olvastam rengeteg mindennek, hogy annyira fenn van az inger küszöbe az embereknek, hogy változatosan kell csinálni a videókat, minél több vágás van egy videóban, annál jobban fel tudod tartani a nézőnek a, a figyelmét minél színesebb egy videó, minél impulzívabb, annál könnyebben tud ott, ott tartani a nézőt a, a a képernyő előtt. És igazából úgy voltam vele egy kicsit ilyen guestmanki, feelingesen, csak egyedül, ugye nem lehet világot váltani, próbálom a videót csinálni, és ezért van az, hogy Németben is van videó fölvéve, Magyarországon is és így összevágok. Igazából csak próbálkozok újdonságokkal. Úgyhogy ennyi. Úgyhogy ja, zárom is itt ezt a videót is, mert 16 perce pofázok a semmiről. Úgyhogy köszönöm szépen nektek, hogy itt vagytok, hogy nézitek a, videóitok, a videóimat. Köszönöm szépen, hogy pozitívak vagytok. Köszönöm a rengeteg normális megszólalást. Köszönöm, hogy ennyire pozitívan álltok hozzám. És tényleg támogatóan örülök, hogy tetszenek a szerelős videók nektek. Még ha nem is vagyok szerelő, meg nincs is rutinom. Úgyhogy hamarosan jövök a következő videóval. Úgyhogy a szokásos tudjátok. Ha van vélemény, írjátok le nyugodtan. Ne lájkoljatok, Na osszátok meg a videót, ne csináljátok semmit, ha nem tetszett, akkor már most nyomd ki a videót, úgyhogy kívánok nektek gyönyörű szép reggelt, estét, délelőttet, délutánt, hételeit, hétvégét, attól függ, hogy ki, mikor néz ezt a videót, sziasztok!